Bocs, remélem nem lesz érzajos, eldugtam a kamerát egy ilyen zegzugba. Van itt egy ilyen szeglet a házunknál. Majd meglátjuk. Na, ez. Hollandiából kaptam egy ezt. Minek? Nem adtam meg a címemet senkinek. Hívnak, érted? Hát nagyjából gombócot gyúrni. Menjek dolgozni Hollandiába. Begyújtósnak igaz. Azt mondja, hogy lehet, hogy közelebb jövök addig, amíg nem biztos, hogy látszódok, így mindegy. Nem szoktam ellenőrizni a kijelzőt. Tegnap este történt egy különleges dolog. Ilyen, hogy hívják, ez ilyen paradigmaváltás, vagy ilyesmi. Tehát eddig mindig az történt, hogy a nejemmel reggel ébredés után fölkeltünk, én megfőztem a kávét, bevittem, megittuk, és közben itt egy ilyen 20-30 percet beszélgettünk, napi teendők, filozófia, stb. Tegnap este, hát én eleve nem nézek tévét, amióta itt lakunk. De még Budapesten sem nagyon, de itt van, bemegyek este, és akkor elalvás az a pár perc. De a nejem egyszerű kérdező, nem baj, hogy kikapcsolja a tévét, mert hát ő se nagyon tévézik, hát mit tudom én, egy-két sorozat, amit így fixen néz, nem baj, hogy kikapcsolja a tévét, mondtam, dehogy is. És mondtam is neki, hogy régebben, amikor se villany, se semmi, se rádió, se tévé, az emberek nem is tudtak más csinálni, és ugyanolyan jót beszélgettünk, mint reggel, és én azt hiszem, hogy ezt rendszeresíteni fogom, mert sokkal hasznosabbnak tartom. Mondta ő is, hogy zavarja ez a villódzás, a tévé, meg ez a hangos reklám, mindig sokkal hangosabb a reklám, mint maga a film, állandóan lehalt. Illusztris, érted, tudja, hogy láncfűrészes videót fogok csinálni. Most nem fogok fát vágni, na mindegy, visszatérve egy picit, majd hangosabban kell, hogy beszéljek, ezek szerint. Nem tudom, ki dolgozik, mit csinál. Hétköznap délelőtt van. Én is most egy picit megálltam itt a melóval tőletek balra, majd folytatom utána. Szóval sokkal hasznosabbnak találom azt, hogy egy férj és egy feleség este tévénézés helyett akár a gyerekekkel együtt is leüljenek, aztán megbeszéljék a napi dolgokat, mit tapasztaltak, általában vélem mindent, tehát beszélgessetek. Mert, szélzaj, remélem, hogy nem megy bele. Mondok egy furcsa dolgot, ugye van egy olyan szavunk, hogy szórakozás, az már egy picit megváltozott, mint például a szerencse, az se eredeti állapotában mutatkozik, tehát most már pont az ellentétje, ez olyan, mint a kereszt, meg a fordított kereszt, tehát manapság azt hiszik az ember, hogy ha szerencse éri, akkor a pénz az, mit tudom én, az, na hagyjuk, ezt majd egyszer kifejtem. Tehát maga a szórakozás az eredeti formájában, például amikor bementek a hölgyek, ugye tolfosztásra, stb., akkor semmi más nem tudtak csinálni, mint munka közben beszélgetni, ami azt mondta, hogy szavakat egymásra rakották, tehát egymás követően váltották. Szórakozás. A szórakozásnak ez volt valamikor a központi lényege, nem pedig az, hogy itt olyan nézzük a sorozatot, és aztán ömlik bele a fejünkbe a szar. Na, szóval tegnap este egy nagyon kellemes élményem volt, hogy amelyen kikapcsolta a tévét, mondta, hogy nagyon zavar, és elég hosszan beszélgettünk, majdnem egy óra hosszát. Aztán elálmosodtunk, és akkor most jöjjön az, a lényeg, amiről most szeretnék beszélni. Megkeresett egy kedves úriember, három levelet kaptam tőle, ugyanabban a témában, mind a három láncfűrészes téma, és megnézett egy-két videót tőlem, és hát gondolom, úgy érezte, hogy neki erre reagálnia kell, viszont el kell, hogy mondjam, hogy én életemben nem olvastam még ennyire részletes, mélységeibe behatoló, mármint a témában, például maga a berántás művészete, a láncfűrész indítása, a láncfűrész bejáratása, végül kiegészített egy kis momentummal, hogy miről szól a magnézium fux, tehát mi a
a magnézium-alumínium ötvözet, mit képez, mi az, mi a hatása. Sőt, és ezt most így előre is bocsájtanám, hogy elolvastam háromszor mind a három levelet, csak azért, hogy legyen valami alapom, hogy meg tudjak szólalni, viszont nekem ez kevés, én olvasásból nagyon keveset tudok tanulni, de így is megjegyeztem neki, hogy ő vagy nagyon-nagyon jó tanár lenne, tehát vagy nagyon-nagyon jó tanár lenne, vagy már eleve az, mert ahogy olvasom, élményszerű. Tehát ennyire olvasmányos, ami így egyből átragad az emberre, persze hát minden részletét nem tudtam megjegyezni, úgyhogy előre is elnézést kérek, hogyha valamit menet, tehát mi tőle, hogyha valamit menet közben kihagyok, de én például az élő előadás híve vagyok, hogyha én elmegyek egy előadásra és az előadó nagyon-nagyon jó, akkor az, amit ő mond, az azonnal átjön, és minden egyes szavára később fogok emlékezni. Olvasásból nekem nagyon nehéz, de ez egy kiemelkedő tartalom még leírva is. Mondom, én még így leírva nem láttam láncfűrészet. Hát hívhatjuk szerintem szakembernek, mert majd a leírásba beteszem mind a három levelét, és aki esetleg kíváncsi rá, hogy miért éreztem kötelességemnek erről beszélni, az rögtön meg fogja érteni. Akkor csapjuk a lovak közé! Három lovam van. Elsőként ez a Fuxi 6150-es. Általában, mivel most beindításról van szó, tehát a láncfűrésznek a beindításáról, akkor lehet, hogy az lesz a címe, hogy a láncfűrész helyes beindítása. Én általában erről a fűrészről szoktam nyilatkozni, és mármint, hogy ezt nem rángatni kell. Ez nem tudom, hogy elhangzott valahol is, hogy ez easy, tehát minek használnak ilyen szót, amikor Magyarországon van, de ez könnyített berántás. Ez a lényege neki, és ez még rendelkezik azzal a funkcióval, hogy a lábamat kényelmesen betehetem a fogantyújába, ezáltal ugye stabilitás biztosítva neki. Na de, közben ebben a levélben, leveszem, hogy ne zavarjon benneteket. Ebben a levélben hozzak valami széket? Persze, leülök, mert úgyis pofázni fogok, amíg nem indítok. Ojj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 
gondolom érdekel benneteket, hogy milyen lesz a szigetelés után a ház színe. Majd meglátjátok, legyen meglepetés. Na szóval, tehát a könnyített láncfűrész beindítás. Nekem leírta részletesen levélben, de majd mondom, ott lesz a leírásban mind a három levele név nélkül, és ti is fogjátok látni, hogy mennyire egyszerű így átvenni a tudást, hogyha ennyire szemléletesen van ábrázolva. Tehát a könnyített láncfűrész indítja ki, tehát ő kettőt különböztetnek egymástól, van a rugós szerkezetű, ugye ez az easy, de nem tudom minek használ, kínai fos fűrészeknél, bár nem is akarom őket foshozni, mert a kínai között is van fos, meg még fosabb, tehát amelyik tudom, két nap alatt tönkre megy, azt nem szabad megvenni. De tehát mindegy, a kínaiak is gyártanak. Erre megint ki kell térnem. Tehát rendben a Fuchstechről van szó, hát ez például egy német cég, és Kínában gyártat licenc alapján. Na de csinálja ezt ugyanúgy globálisan nagyon-nagyon sok cég, de a Panasonicra mégsem mondjuk, hogy kínai, a Sonyra mégsem mondjuk, hogy kínai, esetleg a Stihl, amely a hobbigépeit ugyanúgy Kínában gyártatja le, ott készül el, vagy Brazíliában, arra sem mondjuk, hogy kínai vagy brazil, arra azt mondjuk, hogy német, de valamiért a Fuchstech úgy esik le mindenkinek, hogy ez egy kínai cég. Nem, ott gyártat ugyanúgy, mint a Stihl a hobbigépeit. Ezt helyre kell tenni, illetve itt jegyezném meg újra, mindig el fogom mondani, ahogy a berántást is, tehát a beindítás, behúzás, stb. Minden filmben fogom majd érzékeltetni, hogy a helyes láncfűrész a Fuchstech esetében, tehát a helyes indítás a Fuchstech esetében hogy működik. Mit akartam mondani? Hagyjuk, lépjünk ezen túl. Közben belezavarodtam, elfelejtettem az előbbi gondolatmenetemet. Na, ja, mert hogy ebből a háznak a színe van már benne itt alattam. Azért jegyeztem meg az előbb. Egyrészt, másrészt meg... igen. Tehát két fajta láncfűrész különböztetett meg a levelében. Az egyik ugye a
rugós szerkezetű, ami a könnyített indítás mód, tehát amikor húzom és nem rángatom, akkor ugye mint ahogy az óra rugó felhúzod, ugye sűrűsödik az energia benne, és az fog elszabadulni és könnyít rá a húzásodra. Tehát ez a könnyített beindítás, illetve a direkt körmös, ha jól emlékszem rá szó szerint, ahol közvetlenül a főtengelyt forgatjuk meg, vele együtt a dugattyút, felső holtpont, alsó holtpont, stb. De mondom, nekem el kell olvasnom még ezeket a leveleket, illetve én ezeket akkor tudnám nagyon jól átvenni, hogyha valaki itt ülne velem szemben, beszélgetnénk, és hogyha nagyon jó előadó, már pedig ezt az embert annak ítélem, akkor ez rögtön rögzülne bennem, de így, hogy betűket olvasok, és ezt nekem össze kell rakni így fejbe, meg sokszor használni a fűrészt, és akkor mindig eszembe kell, hogy jusson, hogy na ez most felső volt, pont alsó volt, pont stb. Szóval tőlem elnézést, én kibaszott amatőr vagyok, és rengeteg hülyeség elhangzik így néha a számból, amit mások a kommentekben szoktak korrigálni, bár igyekszek tanulni. Szóval az jön, igen, tehát ezt a kettőt most meg fogjuk különböztetni, bár visszatérek arra, hogy én a filmjeimben, amikor arról beszélek, hogy egy láncfűrést nem berántani kell, hanem behúzni kell, akkor általában a fuchstekre utalok, mert ezt már megtanultam, hogy a fuchstek, ha rángatom, mint megszokás szerint, ugye a jó kommunista időszakra visszanézve, hogy ugye ejti a láncfűrést és közben húzza, azt már tapasztaltam, hogy a fuchsinek a berántója, hát az nem az a fajta, tehát én már tettem tönkre egyet. Pont a 162-esét, a KS-162-ese az pont az egyik filmben szállt el, pont amiatt, mert egyszerűen hülye módon kezdettem, ezt meg kell tanulni. Csak ugye hát magamtól, meg ugye végre a Laci is rengeteg videót tesz fel, már mint a forgalmazó, Fuchstek Laci, tehát tőle is sokat lehet tanulni. Na, akkor elmondom a lényegét, hogy ha a könnyített indító szerkezetes láncfűrészt, ja igen, még egy pillanat. A levélben az is meg van fogalmazva, hogy a kisköpcentis láncfűrészek esetében, ha jól emlékszem, így írta le, mármint a nagynevűeknél. Na látod, erre nem biztos, hogy jól emlékszem, de valamit írt a kisköpcentisekről, hogy talán nem tartják fontosnak ezt a rugós berántó szerkezetet. Na jó, de akkor a nagyköpcentisnél miért? Mert némelyiknél nincs. Tehát most ilyenekről beszélek, mint például a makitám. Elvileg ott sincs rugós berántó szerkezet, de szép kéne, hogy szedjem, még soha nem szedtem szét. Csak takarítottam. Na jó, ezzel most megint lépünk túl, majd benne lesz a leírásban, látni fogjátok. Na most ez így pillanatra elkeveredtem azt, hogy kisköpcentis, nagyköpcentis, hogy milyen különbség, hogy miért teszik lehetővé, miért nem teszik lehetővé. Na látod, ezért nehéz nekem olvasni. De hogyha valaki ezt így elmondja, elmutatja, az azonnal megvan. Nekem így sikerült általában nagyon jó tanulónak lennem, hogy soha nem olvastam könyveket. Hanem jó tanáraim voltak. Általánosban is, aztán később is. Na mindegy. Tehát én általában, amikor arról beszélek a filmekben, a Fuchstek esetében, hogy nem kell rángatni, nem is szabad rángatni, hanem csak húzni, akkor én kifejezetten a Fuchstekre utalok, más fűrészekre nem. De ugye nekem ez most kifejezetten jól jött ez az információ, mert eddig nem tudtam. Ugyanis a Zolcsinál múltkor próbáltam beindítani a Husqvarna CD480 vagy 480 CD, most nem tudom melyik van elő hátul. És nagyon picit akartam rajta rángatni, ott majdnem leszakította a kezemet. Aztán mondom, hol van itt a... Hát jó, ebben van kompresszió, azt értettem, hogy ez nagyobb teljesítmény mondjuk, mint a saját fuchsim. Vagy a makitán, de hogy letépi a kezemet, és ebben a levélben meg volt fogalmazva, hogy miért. Miért ránt vissza egyből? Mert nem elég erőbevitelt vittem, nem elég erősen rántottam be, mert azokat tényleg rángatni kell. Mert ott közvetlenül ez a közvetlen körmös beindítás, ami közvetlenül a főtengelyt forgatja meg, tehát nincs ilyen, hogy rugót húzva, és az majd rásegít. Tehát most akkor csak a fuchsikra koncentrálunk, az összes Fuchstek fűrészre, mert kivétel nélkül mindegyik, tehát ilyen könnyített, rugós, berántó szerkezetű, ami azt jelenti, hogy ha te ezt elkezded ugyanúgy rángatni, mint amit megszoktál más fűrészeknél régebben, akkor hát egyértelműen tönkre fogod tenni. Viszont, hogyha közvetlen ilyen körmös indítás, tehát ami a főtengelyt mozgatja meg közvetlenül,
akkor viszont kártelsz a fűrészetben, ha csak húzogatod, illetve a saját magadban is. Na, jó, várok egy picit, amíg elmegy a szélból. Ez így nagyon nehéz mindig. Mármint ez a kinti filmezés, de hát a szobában nem mehetek be, érted, láncfűrész filmezni. Na jó, csillapodott. Remélem, hogy nem vág bele a szél nagyon. Megpróbáltam oda eldugni a sarokba. Tehát eljutottunk most arra a pontra, hogy van a kétféle fűrész, ugye, és akkor most be fogom mutatni még mindig, tehát ez mindig nagyon fontos, mert sok embernek problémát okoz, hogyha megvásárol egy, most akkor legyen szó például a kínai fűrészekről is, ekte, kínai fűrészekről, mert én akkor szoktam különbséget tenni kínai meg kínai között, amit mondjuk a kínai nem licenszbe gyárt le, hanem saját maga talál ki, hát ezzel ezernyi helyen találkozhatunk, áruházakban, piacokban, stb. Úgy szokták hívni román stíl, nem az? Mindegyik Kínában készül, csak ugye Erdélyből átjött emberkék szokták piacon árulni, mindenféle más szerszámokkal együtt. Na most ezek a fűrészeket a kínaiak találták ki, de egyébként azok is valamiről vannak koppintva, tehát úgy működik, hogy elmegy egy nagy cég Kínába, elkezd velük legyártatni licensz alapján valamit, aminek van egy minőségbiztosítása, a kínai meg egy picit változtat a színén, a nevén, összetételén, stb. Persze, hogy gyengébb anyagokból rakják össze, de hát annyiba is kerül. Hát néha, érted, bedobozott láncfűrészt 5000 forintért odaadnak. Tehát mit vársz egy 5000 forintos fűrésztől, amikor fűrész kerül, érted, használtan 25 000-be, újonnan, hát a fuchsi az ilyen mindig 40 körül mozog. Mostanában nem, például a KS 142-es, vagy 141-es, most már elkezdtem megtanulni a neveket. A 141-es az 32 000 forint körül van, és ez egy kurva jó fűrész. Mármint úgy értem, hogy ott is a... Ja igen, hát a három levélben itt ki is van térve szintén részletesen a nyomatékra, meg a fordulatszámra. Tehát úgy kárpótolják a alacsonyabb teljesítményi fűrészeket, hogy magasabb fordulattal látják el. Tehát ott a fordulat adja a teljesítményt. Na most a 141-es az jó körgős fűrész. Illetve hát itt van a magnézium, fuchstek, még mindig itt van sajnos, de mindjárt beszélek Zolcsival, mindjárt felhívom, már reggel szeretnék átmenni hozzá valamit okozni, egy kis pángolásért, hogy a zunkó, munkó, valamit kiszedni. Kéne még 2 köbméter fa, mert kimaradt az erdőn 3, azt ki kéne pótítanom, hogy a GAZ 66 újra haza tudjon hozni 5 köbméter fát, tehát itt már mögöttem látom, ilyen 5 köbméter fa, végre a helyére kerül, mindjárt helyére kerül a kazán is, aztán ez itt szárad, le lesz még fóliázva, aztán darabolgatom majd nyáron, bekerül a helyére, ilyen lesz. Végre belelendültünk. Mit akartam ezzel mondani? Jó, akkor bemutatom a könnyített indításmódot. Hát sajnos nem tudom bemutatni a másik verziót, a körmös közvetlenül főtengelyt, ami megmozgatja, de majd később, ha átmentem Zolcsihoz, mert nála van a Husqvarna 480 CD, egy CD480, és az bizony olyan. Tehát azt egyszer sem sikerült még beindítanom, holott egyszer próbáltam. De majd megkérem rá, hogy mutassa meg, és akkor majd lehet, hogy én is megcsinálom. Na szóval ennek az a lényege... Érdekes, milyen színű lesz a házunk, ugye? Azt mondja, hogy láncfék... Reimer, pumpa, röminom, van még benne a benzin. Full szintetikus, 1.40-es keverék. Wow. Húzzunk rá egy szivatót. Lehet, hogy többet pumpáltam ott már. Azt mondja, hogy gyújtás kapcsoló, és akkor elvileg ez egyet mordul. Utána. Tehát mutatom, én néha felhívják a figyelmemet, hogy néha is berántom a fűrészt. Mármint így, igen, lerögöbe ejtem. De én előszeretettel használom ezt az indítási módot, bele lépek a fogantyúba, és megfogom ugye a... Mi ez, minek hívják, ugye? Ezt. És nem rángatom, csak húzom. Finoman. Ez könnyített. Van benne rugó, ami rásegít az indításra. Ugye? Mondtam. Ez fuchstek. Mordult egyet, és ennek olyan fasz a hangja lesz mindjárt.
ezzel most így különösebben nem bajlódunk, mármint a üzemeltetésével, mert nincs mit vágnom. Tele vagyok fával, már vittem be eleget, nem a pincébe. Meg eleve elő van készítve ide, tehát most nem nyúlok semmihez. Hétvégén láncfűrészeltem egyébként. Hú, miket? Megmutatom miket! Wow, wow! Ilyenekből volt 6 méteres darab, és azokat kellett méretre vágni, és hát amikor Winklivel bejelölték például, vagy így be voltak ide rajzolva ilyen dolgok, és kérdezték, tudom, sógorom, aki ugye ács, hogy ki tudom-e vágni. De hát itt mit, erre 3 centi, és így élesben erre föl, és arra, mondom, ne viccelj mellett. Hát döntögettem már fákat, meg bármit földarabolok, de ilyen precíziós vágás láncfűrésszel még nem csináltam. Ezt mondom, meg kell tanulni, hát most érted, megy fel az építőanyag a helyére, miért pont én basszam el? Tehát ő már csinálta sokat. Csak hát ugye az én láncfűrészem nem akarta, tudtam, nyekeregtetni, ráadásul pont úgy, hogy mondom neki, hogy mi a titka ennek, hogy Makita, a 3500S, mondom, a felső állásban van a szivató, középső állásban a start, ugye lefele állítom le, erre akárhányszor jövök ide-vissza, mindig felső állásban van leállítva, szivakóval állította le, és elmondtam neki, hogy 3-szor, akkor is, akárhányszor jövök vissza, felső állásba állította le, meg fejbe rögzült neki, kész. Na, azt mondja, hogy előveszem a magnézium fuchsteket, ami a Fuxi bácsinak a legújabb, tehát által forgalmazott legújabb termék. A Fuxi bácsi által forgalmazott legújabb termék. Én ezt már visszacsomagoltam a dobozába, meg tehát szeretném átvinni Zolcsihoz, mert szeretnénk kimenni az erdőre, kicsit pángolni valamit, hát majd egyeztetek vele, hogy mik a lehetőségek, de ezt ő rendelte, ezt a fűrészt, csak nálam landolt. Azt mondja, hogy a Fuxi 6150-eshez képest annyiban különbözik, és most a bejáratásról lesz szó, majd mindjárt visszatérek a régi módi bejáratásokra, meg amit Zolcsi is elmesélt nekem. Mindegyik logikusnak hangzott egyébként, illetve majd a Zolcsival is nagyon-nagyon szeretnék csinálni egy ilyen elmélkedős, láncfűrős, láncfűrészes bejáratásról, meg mindenféléről videót, mert őt például nagyon jó szakembernek tartom. De itt a bejáratás kapcsán azért volt egy pici elágazás, elágazás az ő véleménye, meg az én véleményem között, és majd, hogyha, na mindegy, majd fogjátok látni, hát ha sikerült, mit tudom, munka mellett rábeszélni, hogy egy pár percet filmezünk. Na szóval, a Fuxi 6150-esen be, abban nincs katalizátor. Ez a magnézium Fuchstek, hú, megint elfelejtettem a nevét, KSP 155, FX 155, ezek nekem nehezett betűk számok, adjál már. Magnézium Fuchstek, maradjunk ennyibe, és most már azt például sikerült rögzítenem, hogy ennek van a dugattyúja, és körülötte, ugye már megint nem rögzült, minek hívják, hengerfal. Itt a hengerfal kerámia és fém ötvözet, illetve hogy miért magnézium Fuchstek, azért mert a blokk, maga a forgattyús ház, az alumínium és magnézium ötvözet, ami mindenféle előnyökkel jár, de ezt most így szó szerint nem szeretném idézni a levélből, ott nagyon-nagyon részletesen le van írva, hihetetlen jó szakembernek tartom azt, aki ezt a levelet nekem megírta. A lényeg az, hogy ez a láncfűrész is könnyített szerkezetű, tehát easy, amit a kínai fűrészeknél, amit lehet kapni a Tesco-ba, ott mindig odaírnak, hogy minek írják oda, hogy easy, amikor magyar vagyok, tehát értem azt a szót is, hogy könnyített. Easy, érted? Na, tehát ez is könnyített szerkezetű indítással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy van benne egy... Ilyet már szedtem szét egyébként a KS-162 esetében, amikor hazavágtam, mert még mindig rángattam, mint az apja faszát. És akkor szétszedtem, és nagy meglepetésemre teraszon szedtem szét, és így előttem így poing, szétugrott a picsába, alig találtam meg az alkatrészeket, tehát egy csomót nem is. És hát ugye utána rendeltem egy
másik berántót hozzá, mert én magam akartam megszerelni, hát mondom, értek én ehhez, hát egy berántót csak meg tudok csinálni, nem tudtam megcsinálni. Lényeg az, hogy most már tudom, tehát még hogyha a rugó szétrepül, most már azt is össze tudom rakni, mert a szétrepült rugót akkor tanultam meg összerakni, amikor már rajta volt az új berántó, és akkor mondom, ezzel már lehet vigyézkedni, amit nem fogok használni. Aztán többször is szétengedtem, összeraktam, stb. Megtanultam a technikáját. Tehát így működik ez egyébként, lépésről lépésre, egy lyuk lépésben. Tehát ez is egy könnyített szerkezetű. Berántóval rendelkezik, nem rángatjuk, mint az apja faszát, hanem húzzuk. Mert ha ezt elkezded rángatni ugyanúgy, mint a direkt körmös beindítást, ami közvetlenül a főtengelyt hajtja meg, szét fogod szakítani. Mert ez teljesen más rendszerre épül, másképp találták ki, másképp kell indítani. Ennyi. Most nem tudom, van-e ebbe benzin, mert ezzel utoljára akkor dolgoztam, amikor félig van a tank. Hol van? Nemrég dolgoztam vele, amikor bejárattam, kint a ház előtt, és ugye én ezt szépen letakarítgattam, és elcsomagoltam az Olcsinak, hogy átviszem hozzá, mert ugye ezt ő rendelte, és hát milyen jó lenne már az új magnézium fuxtekkel fát pángolni kint az erdőn. Na de, megnézzük ennek is a hangját, és most már ezt is tudom pontosan, hogy a Fuxi 6150-esen az ugye nevéből adódóan 61,5 köbcentiméter, ez pedig, ez a magnézium fuxtek 54 köbcentiméter, a hangja viszont nagyon prima, én már eleget használtam, tehát talán csak egyszer láthattátok üzem közben az egyik filmemben, de azóta már használtam bőven, és én kifejezetten meg vagyok vele elégedve. Két dolgot nem szeretek benne, de ezt mindig el fogom mondani, hogy miért volt. Tehát a láncfűrészt soha nem használt még, aki ilyen közel rakta egymáshoz ezt a két tőcsavat, minek? Tehát hogyha ez lehetett volna távolabb is. Illetve hát ugye ennek a fogantyújában nem tudok belépni olyan kényelmesen, mint a 6150-esnek. Na de emellett ez a fűrész... igen, akkor erről ejtsünk szót, amiről tehát én még nem tudok. Így hosszú távú, a hosszú távú használatán, hogy mondják, ez hosszú távú használata közben fognak ugye megnyilatkozni azok az előnyök, ami a kerámia és fém ötvözet, de megint elfelejtettem, hengerfal az. Tehát a kerámia és fém ötvözet hengerfal biztosít, illetve a magnézium és alumínium ugye forgattyús ház maga a blokk. De ezt majd mondom, ott lesz a leírásban minden részletesen. Nekem így menet közben nem buknak ezek elő, nem ugranak be. De ez nem jelent semmit, nem von le a fűrész értékéből. De a lényeg az, hogy így, az, hogy most csak bejárattam a fűrészt, arról nem tudok nektek nyilatkozni, hogy milyen a hűtése, milyen a kenése, milyen az üzemi felhasználása, hőelvezetése, stb. De ott benne van a levélben. Hogy mire lehet majd számítani, hogy mitől jó ez a fűrész, mitől válik majd, mitől én mássá, mint a 6150-es. De egyébként én hosszú távon rohadtul bízom benne, hogy a Fuxi egyszer eljut a szintre, hogy legyárt legalább egy 80 köbcentis fűrészt. Érted? Hát biztos, hogy benevezek rá. Egyértelmű, sőt, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy erre is igényt fogok tartani, mert erre a modellre is igényt fogok tartani. Csak ugye ennek még messze van a kifutási ideje, mert ebből például vettem egy tartalékdarabot, azt ki se bontottam, ott van bedobozolva. És pontosan azért, mert ezt nem tudja a Fuxtek felülmúlni egyszerűség szempontjából. Ugye a teljesítménye is nagyon jó, 61,5 köbcenti, ezt eddig nem tudták. Tehát az otthoni felhasználás szempontjából, mint szét és összeszerelés, én ehhez tudok csak viszonyítani, eddig ez volt a csúcsmodell. Azért rendeltem belőle egy tartalék darabot, de most az van, hogy tehát ezt még nagyon hosszan nem tudtam használni, de átviszem Zolcsihoz, és akkor elkezdjük közösen, hát remélem, hogy ide fogja adni. Hát miért ne adná ide egyébként? Nem egy sóher típus az Zolcsi, jó? Szóval bízok benne, hogy kint az erdőn fogom tudni munkaközben úgy használni, hát most itthon érted kalodázni? Az nem egy olyan művelet, érted, ahol a láncfűrész úgy van igénybe véve, hogy technikázni kell. Ott is kell technikázni egy kalodázásnál, de nem ugyanaz, mint amikor kint vagy az erdőn, és mondjuk vagy kisebb fákat, nagy,
vagy nagyobb fákat, mint a gyérítés közben, mert azt hiszem ez lesz a következő munka, gyérítés, érted? Több hektár erdő, akácos, stb. Ott azért mozogni kell, ott egy egész napos használatról van szó, tehát ott egy fűrész igazán megmutatja, hogy mit tud neked nyújtani üzemközben, vagy mik a hiányosságai. Tehát ennek a fűrésznek az a melegedés, meg ez ilyen jobban kenés, meg hőelvezetés, meg amiről szó van, ez a kerámiafém ötvözet és a magnézium forgattyús ház esetében, ezt majd később fogom tudni nektek előadni, ha legalább egy hetet úgy dolgoztam vele, hogy ilyen napi 8 órába tekertünk, mint az ököl. Ja, és így jegyezném meg felkiáltó jelben, hogy ez a fűrész, meg a 6150-es is házkörüli munkákra van ajánlva. Tehát nem olyan munkákra, mint amit mi végzünk, mert bár láttam, azt hiszem egy testvérpár szokott a láncfűrészes fórumon, meg a Fuchstech klubban is talán felrakni fotókat, hogy ők is üzemszerűen használják napi 8 órában, semmi gondjuk nincsen vele. Tehát mind a mellett, hogy ez házkörüli munkákra van ajánlva, nem profi gép, tehát ez egy otthoni gépre van. Arra is van tervezve, én azért rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez az újítás, amit mit tudom, 54 köbcentiméterrel itt nekünk kreáltak, ez a magnézium Fuchstech, hogy ez mit fog tudni kint. Tehát mi az előnye? Igen. Tehát mi a különbség ez, meg az között? És ezt még fontosnak tartom egyébként, amikor a Fuchstech-t lekínaizzák, hogy ez egy kínai láncfűrész. Igen. Tehát mint minden más gyártó, aki örömest gyártat Kínában, a Fuchstech is ezt teszi, de van egy apró különbség. Tehát például ez az ekte kínai láncfűrész, amit ugye román stílnak is hívnak, az minden egyes esetben a teljesítménye ugyanaz, kivétel nélkül 52 köbcentiméter. Ha jól emlékszem számszakilag, de mondom számokból, betűkből én rossz vagyok. És a kinézete, az alkatrészei például, az alkatrészei egymással kompatibilisek. Minden esetben. Egyiknek a berántóját, de papagáj színű láncfűrész össze tudsz rakni magadnak. Ez egyik zöld, piros, sárga, kék, fekete, akármi. Tehát ezek igen, amikor azt látod, hogy ilyen-olyan néven forgalmazzák Tesco-ban, áruházakban, láncfűrészben, bárhol, szerszámpiacon, bárhol, a kinézete mindig ugyanaz, 45 cm-es vezetővel jön ki, és mondom, mindenféle néven, mindenféle színben, de a teljesítménye pontosan ugyanannyi, 52 köbcentiméter. Na most a Fuchstech esetében ott tévednek azok, akik ektébe lekínaizzák, hogy ez mindjárt 61,5 köbcenti. Érdekes, nem? Tehát, hogy a kínai az önmagától nem kezd el gyártani 61,5-ös gépet, de vajon miért? Tehát miért mindig ugyanaz az 52 köbcentis gép? Azért, mert arra álltak rá. Tehát az a lényeg neki, hogy tömegben fossák ki a gyártószalagról. Neked az a lényeg, hogy olcsó legyen, és két napig legalább tudjad használni, míg a tetőgerendákat összevágtad, vagy valami bármi. De az biztos, hogyha nagyobb odafigyeléssel egyébként meg akinek a fejében ott van, hogy a gépemre vigyázok, és precizitással, és stb. Meg lehet hosszabbítani az élettartalmát. De mondom, erről órákig lehetne vitatkozni. Na, most itt van ez a fűrész például, ez már mindjárt nem 52, hanem 54 köbcentiméter. Hát most már elkezdtek emlékezni rá, hogy mennyi a teljesítménye. Na jó, beindítom, aztán befejezem a filmet, mert tudom, hogy mindjárt jönnek hozzám, és én meg elpofáztam itt az időt. Tehát húzok egy szivatót rá, finoman. Sajnos nincs rajta lap és lánc, mert ugye mondom, visszamált az olcsihoz. Jó, reteszeltünk egyet, tehát primer pumpával megkínáljuk. Torka szakadtáig. Karburátor úgyis visszaégeni, tehát a felesleges benzin vissza fog folyni. És azt mondja, ráhúztak a szivatót, adunk rá gyújtást, és ebben az esetben is nem rángatjuk, mint az apjafaszát, majd olyan videót is fogok mutatni, ahol rángatjuk, mint az apjafaszát a fűrészt. Húzzuk szépen! Mordulnia kell. Oh. Egyébként, igen, ez nehezebb. Nem tudom miért, ez nehezebb behúzni. Az első alkalom is meglepődtem rajta. Leteszelünk egy jót. Erre ma
majd még később vissza fogunk térni. Ezeknek a fűrészeknek az élettartamát így lehet meghosszabbítani a könnyített berántási móddal. Na, és akkor majd lesz másik.